Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, mai weekendben átúsztuk a Balatont Filip Sándorral. Egy könyvet, kiállításokat és programokat ajánlunk majd a figyelmükbe, de mutatunk rövid összefoglalókat is az elmúlt időszak rendezvényeiről. Kezdjük is a sort a rakamazi Wide-East Truck Fesztivállal. Ossian, Road, Junkies, Romeo Vérzik és sok más zenekar csapott a húrokba a rakamazi kempingben a régi hegyalja fesztiválok helyszínén, ahol a rockzene és a fesztivál hangulat kedvelőinek régi álma látszik megvalósulni. Az egy évtizeddel ezelőtt megszűnt nagy fesztivál hagyatéka a Wide-East Rock Fesztiválnak köszönhetően éled újjá. Nagyon vártuk azt, hogy újra kiépüljen egy olyan infrastruktúra Tokaj hegyalján, ahol vissza lehet éleszteni ezt a fesztivált. Nekem személyesen nagyon sok évi tapasztalatom van benne, hisz dolgoztam is a hegyalja fesztivál, annak idején a hegyalja fesztiválon, és régi álom volt az, hogy visszahozzuk ide ezt a rockfesztivált. A fesztivállal párhuzamosan motoros találkozó is volt, a Geronimo MC East szervezésében. A motorosok, a rockerek, az utcaembere, mindenki egy helyen megfér. Mondhatjuk most már, hogy egy nemzetközi motoros találkozó, vagy egy motoros rendezvény, mivel külföldről, több pontról, Székelyföldről, Románia több területéről, Németországból, Ausztriából, nagyon sok helyről érkeznek motorosok, nem csak Magyarországról. Az első nap talán sokak által legjobban várt fellépője az Ossian zenekar volt. Az ikonikus banda éves nagy turnéjának egyik állomása volt a fesztivál. Szerintem nagyszerűen sikerül a turné, most lekopogom, gyakorlatilag a nyári körnek a vége felé tartunk, utána lesz egy nagy budapesti koncert, és utána ősszel és télen igyekszünk olyan helyekre még eljutni, ahol már nem voltunk elég régóta. A Junkies zenekar az egykori hegyalja fesztiválon minden évben fellépett. De ettől sokkal több emlék is fűzi őket Tokajhoz. 1994-ben lejöttünk, akkor szállt be ő a zenekarba, tehát onnantól számítjuk a Junkiesnak a létezését, és az mi volt? Rockgyermekei tábor, ugye? És az itt kinn a főtéren voltak a koncertek, és ott mi második helyezést értünk el, de hatalmas közönségsikert arattunk, és nagyon nagy feeling volt az egész. Ez volt az első igazán emlékezetes emlékünk így Tokajjal kapcsolatban. A résztvevők remélik, hogy hamarosan felnő a rendezvény az elődjéhez, melyre a hangulatot tekintve minden esélye meg is van szerintük. Nagyon várom, hogy ez a fesztivál, ez a rendezvény ismét kinője magát akkorára, mint annak idején, mert egy egész sok tömeget és ember, és turizmus szempontjából sok embert megmozgat. A szervezők azt is kiemelték, hogy folyamatos a fejlődés. A látogatók és fellépők számának növekedésével a színpadok és a fesztiválnapok száma is növekedni fog a terveik szerint. Átúszta a Balatont Filip Sándor, Vásáros Nomény polgármestere is, most pedig, hogy kipihente ennek minden fáradalmát, itt ül velem szemben a stúdióban, hogy élménybeszámolót tartson. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Hát kedves Sándor, nem látszik rajtad ez a fáradalom, de gondolom, hogy azért közben voltak nehezebb pillanatok, és itt a nézők is láthatják, ugye megúsztam ez a felirat, hát úgy gondolom, hogy nagyon vicces, de átúszni a Balatont az egy nagyon komoly dolog, és egy nagyon komoly felkészülést is igényel, és a te esetedben ez már nem az első volt, ugye? Így van, 2021-ben először a féltávval próbálkoztam, az 2,6 km, majd tavaly 5,2 és idén is 5,2 km, de hát az úszás is mégis mindig más, mind a három esetben más volt a Balaton, a Magyar-tenger, egészen más mindig, más a hőfok volt, amikor 23 fokos vízben úsztunk, aztán tavaly 27 fokos, idén 26 fokos, és a hullámzás. Az idén volt egyébként a legkeményebb erőpróba, hiszen egy kilométer után nem csak én, hanem akikről beszélgettem utána, többen mondták, hogy ők is gondolkodtak azon, hogy most szükséges-e ez, most kell-e ez most. 40-50 cm-es hullámok jöttek ott egy szakaszon. Aztán az ember ilyenkor mindig gondol valakire, vagy gondol valamire, vagy figyeli a mellette úszó 14-15 éves srácokat, lányokat, fiúkat, és akkor elgondolkodik, hogy hoppá, itt vagyok 55 évesen, hát most már elkezdtem, és akkor az ember úgy valahogy próbál egyéválni a vízzel, és akkor a hullámzás ritmusát fölveszi, és az úgy erőt ad, és akkor időnként kitekint jobbra-balra. Tavaly nem volt ezzel gond, hiszen mögöttem hegyek, előttem a cél, de most csak hullámok jöttek, aztán átlendültünk ezen a ponton, és
tényleg szűk 3 óra, 2 óra, 54 perc alatt sikerült megtenni. Ez nem is az idő miatt lényeges, hanem azért, mert ez gyakorlatilag fejben dől el, és ezt Gazdus Peti barátomnak is mondtam, akivel együtt vágtunk neki tízezred magunkkal a maraton átúszásnak, hogy ő is egy más testalkat, egy közel 2 méteres úriember, és azért ő mindig gyorsban úszik, és nem tudott gyorsban úszni, mert egyszerűen az okos urrai, amikor átért, több mint 6 kilométert mutatott. Tehát ez egy érdekes dolog, ez nem úgy kell elképzelni, hogy két bolyasor közébe állok és megyek, hanem itt bizony 5200-től többet is úszunk, de 5200-t biztosan. Az volt a minimum. És milyen úszás nemben úsztál? Én megállás nélkül mellben szoktam úszni, Vásárosnémben a Szilva Wellness és termában a 16 méteres medencében szoktam gyakorolni, itt szoktam úszni 3200 és 4500 méter közötti penzumokat, és gyakorlatilag mellben úszom, de egyébként minden úszásnemben tudok úszni. Tanítótestemre matematika szakos tanár vagyok, és annak idején, és erre külön büszke vagyok, hogy egyik kolléganőmmel, Szucsányi Magocsa Edith kolléganőmmel és Bak tanárral, akit azóta már eltemettünk sajnos, kezdtük el az úszásoktatást Vásárosnaminban. Azt vallottuk, hogy a folyók városában, hiszen Vásárosnaminban 4 folyó található, Szamos, Kraszna, Tisza, Túr, minden gyermek tanuljon meg úszni, hiszen ez egy olyan sport, ami kikapcsol, erősít, és nem árt, hogyha a vízzel jóban vagyunk. Így van. És azt gondolom, hogy ez egy olyan sport, amit egészen időskorig is lehet űzni, és tényleg nagyon egészséges. Hát ugye ebben az évben közel 9500-an úsztak veled együtt, úgyhogy szerintem ez volt a harmadik, és nyilván lesz majd ráadás, mert amikor az ember valami ilyesmit elkezd, azért ez egy olyan adrenalin löketet ad, ami kitart a következő évig is. Így van, és vannak nyíregyházi barátaim is, akik tavaly voltak, idén nem jöttek, de tartjuk a szállat, gratulálunk egymásnak, felhívjuk egymást, és azt látom, hogy egy ilyen lökés, egy ilyen úgymond bakancslistás dolog, mert soha nem bakancslista, ez nekem is az volt, motivációt ad az, hogyha egy jó barátom, egy ismerősöm ezt a távot megoldja és átúszza a Balatont, mert ez egy komoly kihívás. Tehát ez nem adhok módon megy. Én 2011-től úszom rendszeresen, úgyhogy egy héten legalább egyszer próbálok azért úszni. Azért is, mert kikapcsol, feltölt, és azért a polgármesteri teendő közepette nem árt az, hogyha az embernek időnként nem a monitort kell néznie, nem az e-maileket kell figyelnie, és nem a telefonja pittyek, hanem 2-3 óra bizony ki tud kapcsolni. Csobog mellette a víz. Nos, hát ez az, hogy milyen aktív a polgármester, mi sem bizonyítja jobban, mint egy nagyon klassz aktív családi program, amelyre most augusztus 26-án kerül sor. Mesélj erről, kiket vártok, egyáltalán a rendezvény célja. Ugye Vásárosnémi egy sportos város, és nagyon sokan kerékpároznak, úsznak, gyalogolnak rengetegen, és persze a labdarúgás is ott van a palettán. Elsősorban az aktív és mozogni vágyó családokat várjuk, a kicsiktől a nagyokon keresztül időseket, fiatalokat, mindenkit egyaránt, Gergely Ugornyára a Tiszapartra. Idén már volt egy sárkányhajó versenyünk, most is azzal kezdenénk, és egy sárkányhajó versenyre kerülne sor, akár helyi, akár környékbeli csapatok nevezésével. Legutóbb is 9 csapat vett részt, Tuzsértól Vásárosnaminon, cégek, baráti közösségek. Egy nagyon jó csapatépítő program ez. Nek egy hajóban mi a nekünk a Magyar Kajakkenu Szövetségnél pályáztunk 2 10 személyes hajóra. Ez azt jelenti, hogy 10-en neveznek, de egyébként 12-en vannak a hajón, hiszen van egy kormányos és van egy dobos is. Kikötés lesz az, hogy legalább 2 hölgynek is lennie kell a csapatban, többen lehetnek, de 2-nek mindenképpen, és 8-10 csapatra számítunk ezen a hétvégén, de ezen kívül lehetőség lesz futóversenyre, gyaloglás is ott lesz a palettán, kerékpározás, és persze egy kis foci is ott lesz mindenképpen a lehetőségképpen a csapatok számára. Látjuk azt, hogy a Tiszapart most lett nagyon szép, Gergely Gornes odálatos, Jándon nemrég triatlonversenyre került sor, nálunk egy ifjúsági világkupa volt a városban, de tudjuk azt, hogy még egy programot a nyár végén mindenképpen tegyünk oda, és kínáljunk lehetőséget a kicsiknek és a nagyoknak, úgyhogy várunk mindenkit Gergőgonyára, ahol a sportolás mellett persze ott lesz a játékos habparti a gyerekeknek, aztán jön a for dance, kulturális programok is lesznek, tehát ezzel a 26-ai programmal zárnánk a nyarat Vásárosnaminban a Berek szívében. És gondolom egy kis gasztronómia is, hiszen az ennyi kalória éget, és után valamit enni is kell. Így mondhatnánk, hogy tiszai hack nélkül ne teljen a nyár, úgyhogy mindenkit várunk nagy szeretettel Vásárosnaminba. Igen, hát szerintem egy ilyen jó kis pörgős hétvége jó alapot ad majd az is.
iskolakezdéshez a gyerekeknek, vagy sokan ugye már befejezik a szabadságot, és visszatérnek a normális, hát reméljük nem szürke, de azért mégis a hétköznapokba, úgyhogy jó érzés lesz majd visszagondolni, de akkor a 26-át mindenki vésse a fejébe, vagyis ugye ez a holnapi nap, hány órakor érdemes kilátogatni? 6:30 kezdünk, és gyakorlatilag a verseny 8 órás megnyitó, 9 órakor indul majd, és a délutáni időszakban 14:30-14:35-40 magasságában indul a többi program, és egészen este 7-8-ig várunk majd mindenkit szombaton. Nos, hát akkor ez a program, köszönjük szépen, ehhez pedig szívből gratulálunk, és további jó egészséget és jó úszást kívánunk neked. Kedves nézők, mi pedig folytatjuk, jubileumi 20. alkalommal rendezték meg a gyarmati igazságokat, az idei rendezvényen is központi szerepet kaptak a honfoglaláskori magyar motívumok. A szabjával rendelkező lovasokat, majd a honfoglaláskori lovas íjászokat is felelevenítették Fehérgyarmaton az elmúlt hétvégén. A különböző hagyományőrző egyesületek számos módon megjelenítették a több mint 1000 évvel ezelőtti magyarság jellemzőit. Ez többek között Petraskó Tamás hagyományőrzőnek köszönhetően is immár 20 éve fő tematikája a gyarmati igazságoknak, idén sem volt ez másként. Nekünk ez a 20 év történelmi idő. Egy megszülető gyerek 20 éves korára felnőtt, felövezett ember lesz, és hát bizony-bizony eltelt velünk ez a pár évtized, és olyan gyökereket tettünk le, illetve ha az ég felé nézek, azt mondom, hogy a Teremtő Istennek tetsző dolgokat csináltunk már akkor is, hogy még mindig működik. És én azt látom, most ide érkezve, hogy óriási erő van benne a szervezőkben, az itt mozgó emberekben, a nagy érdeklődés, ami hozza ide az embereket, ez mind azt jelenti, hogy nagyon jó dolgok történtek itt a néhány évtized alatt. Nagyon örülök, hogy látok itt egy csomó fiatal kicsi gyereket, mert a mai napon is megvalósul egy történelmi ív, mert látom az aprókat, látom a szüleiket, és látom a nagyszüleiket. És nagy-nagy főhajtás van, még a dédszülő is valahol itt van. Na, így lehet a kultúrát megőrizni, így lehet továbbvinni, és akik őrzők és cselekvően teszik a lóhátán, azok kiemelten kell, hogy figyelmet kapjanak minden tekintetben. Hadd mondjam el én is őket még egyszer. Kürgyarmat Hagyományőrző Íjász Egyesület, a Tiszakönyök Haditorna Egyesület és a Szabó Lovas Udvar, a vezetőjével, Szabó Bandival talán egy külön tapsot meg is érdemelnek. A településünk neve az Kürgyarmat, illetve hát a Gyarmat törzsnek a véhető szálláshelye lehetett, így a Kürgyarmat, mint az egyik államalapító törzsünk, az egyesületünk felvette a nevét, és így alakult meg tulajdonképpen a gyarmati igazság, aminek a rendezvény sorozata 20 éve már töretlenül működik, és az egyik fő helyszín ez a honfoglaláskori falu, ami most már más helyszínen volt, mint korábban, de itt is nagyon jól meg tudjuk csinálni ezt a kis bemutatónkat. Tulajdonképpen a honfoglalás kora a 10. század környéki harcászat, harcmodor, illetve életforma itt a jurtáktól a kézműves foglalkozásunkon keresztül a teljes harci bemutatókon át, tulajdonképpen csatajelenetekig mindenféle dolgot próbálunk rekonstruálni, illetve bemutatni a nézőknek. A gyermekek számára is számos színes programot kínáltak a háromnapos fesztivál során. A legkisebbek nagy kedvel próbálták ki a tetoválásokat vagy arcfestéseket, aki pedig igényelt, különleges portré rajzot is kérhetett magáról. A gyarmati igazságokat idén 20. alkalommal rendezték meg. Péter Csaba, Fehérgyarmat polgármestere azt mondta, a rendezvény hangulata is tükrözi a város szellemiségét. Ilyenkor a távolba kerülő fehérgyarmatiak, akik munkahely és egyéb más okokból elhagyták városunkat, térségünket, azért igyekeznek hazajönni erre a rendezvényre. Ilyenkor a családok együtt ünnepelnek, barátok találkoznak és önfeledten szórakoznak. Ez a rendezvény célja.
érezzük jól magunkat, adjunk olyan kulturális programot, amely érdekli az itt élőket, és jó kedvet. Hiszen a mai világban, amikor egyre nehezebb minden, a háború árnyékában úgy gondolom, hogy ez a három nap egy kicsit feletteti ezeket a nehéz időszakokat. A háromnapos fesztivál során néptánc együttesek is felléptek, emellett pedig neves könnyű zenei előadók és zenekarok szórakoztatták a közönséget. A háromnapos fesztivál során föllépett az Ergo. A legtöbb fiatalt pedig Curtis koncertje vonzotta a nagy színpad elé. Fehérgyarmat után Berkesz felé vezetnek a víkend útjai, legalábbis egy könyv formájában. Velem szemben a szerző, Ferró Csaba. Jó estét, szervusz! Üdvözöllek, szervusz föl! Tudom, hogy nagyon jó érzés, amikor az ember végre a kezében tartja a könyvet, amelyen ugye hónapokig, sokszor évekig gondolkodik, tervezi, aztán megírja, összeszedi az információkat. Gondolom a te esetedben is nagy volt az öröm, amikor kézbe fogtad. Hát négy évet kellett rá várni, így megszületett. 2018-ban kezdődött a kutatásom. Elég sokat jártam levéltárban, a nyíregyházi levéltárban, debreceni levéltárban, könyvtárakban. Több száz oldalt elolvastam hozzá, hogy tudjam bővíteni a tudásomat azzal kapcsolatosan, hogy elkészüljenek a különböző fejezetek, és aztán tematikusan a fejezetekkel haladva, interjúalanyokkal beszéltem, és így szép lassan megszületett. Egy jó három hónap kellett, még összerendezgettük, és a segítségével a polgármester úrnak, Szidor Attilának, a Berkesz polgármesternek, illetve az önkormányzatnak, valamint a vállalkozóknak, akik anyagilag támogatták a könyvem kiadását, sikerült megszületnie a könyvnek. Nyilván triviális, egyszerű a kérdés, de azért mégiscsak nagyon fontos, hogy egyáltalán mi volt a célod azzal, hogy mindezt összegyűjtsd és egy könyv formájában megjelentesd? Sok információ van Berkeszről, de könyv még nem készült. Uh-huh. Monográfiák sokaságát olvasva ez egy hiánypótlónak készült. Régen foglalkoztat a maga a falutörténet, a helytörténet, illetve az egész az még 2018-ban indult el, mert az első és második világháború kutatása után nem volt Berkesznek egy első és második világháborús emlékműve, és a polgármester urat felkeresve elkezdtünk rajta beszélgetni, hogy jó lenne egy 75 év után egy ilyen adóságot azoknak az embereknek, akik áldozták az életüket, illetve nem csak az életüket, hanem azoknak is állítottuk ezt az emlékművet, akik harcoltak is a második világháborúban és az elsőben. Hagyományőrzőként úgy gondolom, hogy ez egy alap gondolat volt, és azután már jött magától. Az első világháborús kutatások és a második világháborús kutatások után már nem volt megállás, ezt el kellett készíteni. Említetted, hogy több interjú is készült. Ilyenkor ugye azért ez is meglehetősen nehéz, hogy milyen tematika szerint, kit szólaltas meg, milyen hosszan. Itt mi volt a cél? Általános témák voltak. Ugye a fejezetekben megvolt az iskola története, a termelőszövetkezet története. Nagyon jó interjú alanyom volt a dr. Técsi László, aki ugye a termelőszövetkezetnek volt a vezetője. És régen a Dózsa Nyíltas és Dózsa TSZ-nek volt a Berkesszel kapcsolatosan. És ugye ahogy haladtam a különböző interjúkkal tematikusan, tehát a gyermekotthonról készítettem, a gyermekotthonban
tanítókkal sikerült nagyon sokat a Marcinkó Pista bácsival egyeztetnem. Ő neki volt egy írása, amiből egy részt el is használtam. Ez mind a könyvben lévő 13 fejezetnek köszönhető, hogy ott mindig sikerült egy olyan interjú alany. Illetve a fényképek. Azt hiszem az egyik legizgalmasabb része a gyűjtésemnek, amikor egy kincset találsz. Hallod a faluban, hogy volt egy férfi kórus, egy dalárda 1950-es években, és akkor ezt szeretnéd látni, hogy kik voltak ott. És akkor mész egyik helyről a másik, és a K-nagy Sándornénál, Margit nénitnél megtalálod a fényképet. Tehát ezek egy ilyen felemelő érzések, igen, amikor... Igen, szerintem így össze a képet. Igen, igen, és akkor ugye előtt addig keresel, beszélgetsz valakivel, beszélgetsz az interjúkkal, de voltak olyan kérések, amelyek csak konkrétan egy az agár csárdára, fekete agár csárdára összpontosítottak, és akkor ott is igazán, amikor találsz róla egy táblát, ami megvan az egyik falusinak a szomszéd, egyik falusinak a padlásán, és ő mesél róla, és ott van, hát ezek mind arról szólnak, hogy jó érzés. És persze az is nagyon jó érzés, hogyha elkerül az olvasókhoz, olyanokhoz, akiknek van kötődése a településhez, és vannak visszajelzések is. Ilyenkor egy picit ez olyan, mint egy szülés, hogy megszületik a gyerek, de valahogy úgy ott marad egy ilyen kis hiányérzet egy nőben, hogy akkor ennek most már vége, és már nem mocorog senki bennem. Tehát amikor egy író elkészül szerintem, vagy egy szerző, valószínűleg ott marad ez az érzés, hogy akkor most mi lesz, hogyan tovább, lesz-e mondjuk folytatás, vagy milyen terve itt vannak ezzel a kiadvánnyal kapcsolatban? Hát ugye mondanánk azt, hogy egy 270 oldalt sikerült összeállítani a könyvben, folytatást még nem tudom, hogy lesz a folytatása. PDF formátumban lesz, e-book formájában próbálunk meg ezzel foglalkozni. Van egy fiatal titán, Tóth Miklósnak hívják, berkeszteni, történész hallgató, akivel együtt fogunk még különböző interjúkat, tematikusan szintén ott is a falusi életmóddal és a különböző családokra szeretnék koncentrálni. És meglátjuk, hogy meddig jutunk el még, hogy ezt kiadjuk egy másik könyvben, vagy valamilyen más apropóval. Persze lesznek apropók a faluval kapcsolatosan, a kutatásokból most sok olyan dolog merült föl, amire koncentrálnunk kell. Akkor egy kicsit a néprajz és a szociológia irányába indultak. Igen, elindulunk a felé egy kicsit, illetve ugye 1239-ben említik először a falut, jövőre 785 lenne, ugye ha nem találunk más anyagot, mert ugye az a helyzet van, hogy a helytörténet az arról szól, hogy keresel információt a Németh Péter könyvéből olvasva, és lehet, hogy a püspöki nyilvántartásban, mondjuk Egerben, ahol még nem voltunk, mert nem voltam a levéltárban, lehet, hogy ott hamarabb fogják említeni, és akkor lehet, hogy a születésnapot kétszer kell megünnepni, át kell tenni. Csaba, tehát akkor javaslom, hogy először az egri levéltárba vedd az irányt, majd innen a Kölcsei Televízió stúdiójából, és akkor mi pedig várjuk a fejleményeket. Gratulálunk még egyszer, és köszönjük, hogy köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Viszontlátásra. Kedves nézők, nem csak a berkesziek ragaszkodnak szülőföldjükhöz, hanem például az ukrán Bogdan Hubal textilművész is, akinek szeptember 2-ig a Városi Galériában látható első magyarországi önálló kiállítása. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium táncművészeti tagozatának néptáncszakos növendékeinek műsora nyitotta meg a Városi Galéria legújabb kiállítását csütörtök délelőtt. A tárlat a testvérvárosok művészeit bemutató kiállítás sorozat része. Németh Erika kurátor baráti kapcsolatban van Bogdan Hubállal, és amikor lehetőséget kapott az ukrán művészet bemutatására, azonnal az egyetemi tanárra, professzorra, Ukrajna díjazott művészére esett a választása. Mint mondta, sokrétűségét bizonyítja, hogy az ősi, rusztikus elemek mellett a művész sajátos látásmódja is megjelenik az alkotásokban.
Nagyon szerettem volna bemutatni, hogy milyen sokrétű művész, ugyanis nem csak a textilművészet területén, de a dizájn, formatervezés, a pasztelképek technikáját is remekül ismeri. Tehát egy nagyon sokrétű, a grafika, a festészet, a textil, dizájn, formatervezés területén egyaránt otthon mozgó művészről van szó. A textil szívem csücske is, tehát minden, ami művészet. Úgyhogy rögtön közvetlenül tudok kapcsolódni hozzá. Nagyon szeretem a rusztikusságát, nagyon szeretem azt, hogy nem csak a hagyományos, kicsit determináltabb, iparművészeti, tárgyszerű művészetet hoz létre, hanem túllép, és ezek önálló műalkotások a képzőművészet területén is megálló, sőt, kiválóan megálló műalkotások, absztrakt, érzékeny művek. Tehát itt jóval többet látunk, mint egy hagyományos textil. Itt látunk szabálytalanságokat, megnyúlásokat, kinyúlásokat, különböző anyagok applikációját, szorítást és elengedést, szóval minden, amit érzelmekről lehet mondani, azok megjelennek ezekben az alkotásokban. Textillel én gyakorlatilag a Lembergi Művészeti Akadémia befejezése után Kazanyba lettem kirendelve, az ottani színháznak a belső terét kellett megalkotnom. Itt próbáltam ki a szárnyaimat a textil művészetben, majd ráébredtem, mi az utam, és ebben a művészeti ágban ragadtam. Most itt a kiállításon 15 goblen, textilalkotást, és ezen kívül még 30 pasztelfestményt találunk. A kettő olyan, mint a két szárnyam, az egyik a másik nélkül nem működik, de a fő csapás irány mégiscsak a textil művészet. Ugyanakkor a kiállított pasztellek is mind engem tükröznek az én személyiségemet, az én lelki világomat. Ukrajnában 25 múzeumban, világszerte pedig 50 országban van magángyűjteményekben alkotásom. A szárnypróbálgatás egy színház belső terének megalkotásával kezdődött, azóta a textilművészet szerelmese. Most elsőként van önálló kiállítás Magyarországon, ide a lelkéhez legközelebb álló alkotásokat hozta el, például ezt a 2 méteres textilcsodát. 2004-ben, amikor a Majdanon voltam, láttam, ahogy az ukrán nép kifejezi saját akaratát, hogy ők mindenképpen Európa felé szeretnének menni. Ez az ő igazi hazájuk, ahol meg tudják valósítani a saját életüket. Ezért ez az egyik kedvencem, a Feltámadás energiája című alkotás, amely ezt az érzelmet, ezt a népi akaratot tükrözi. Ez és a másik 14 goblen, valamint a 30 pasztelfestmény szeptember 2-ig tekinthető meg a Nyíregyházi Városi Galériában. Kedves nézőink, ennyi fért a Weekend első részébe. A híradó után nyíregyházi innovációval, szilvalekvárral, lecsóval és mandalával folytatjuk az adást. Maradjanak velünk! A sportban, az edzéseken és a mérkőzéseken is nagyon fontos a hatékony kommunikáció. Hallássérültként viszont ez sokszor a lehetetlenség határait súrolja. Szerencsére van egy nyíregyházi csapat, a Bánki Robot Team, akik erre is kitaláltak valamit. A stúdióban Zsigó Dalma és édesapja Zsigó Zsolt. Sziasztok, jó estét! Hát nem először van szerencsénk ugye valamilyen technikai újdonságról beszámolni, és hál' Istennek már nem csak Nyíregyházán, hanem szerte a világban ismertek lettetek a kreativitásról, illetve hát azt gondolom, hogy az intelligenciáról, és ez most is így van, hiszen amit itt az asztalon látok, az egy nagyon szép elismerés, egy verseny harmadik, illetve második helyezettjei lettetek? Harmadik. Igen. Harmadik. Hát én már megelőlegeztem itt a másodikat, reméljük, hogy a következőn akkor az is összejön majd. És ahogy itt a néhány perccel ezelőtt elmondtam, ez a dolog, amit most kitaláltatok, ez is olyan embereken segít, akik valamilyen hátránnyal indulnak az életben. Ugye ez a kis kesztyű nyelvkesztyűtök is hasonló volt. Miért éppen a hallássérülteken próbáltok segíteni? Nem is így indult, de ez Dalma elmeséli mindjárt. Hogy... Az egész az úgy indult el, hogy edzéseken túl sok volt az az idő, ami fölöslegesen elment arra, hogy az edző szólt nekünk, hogy menjünk oda. Uh-huh. Ezért gondolkodtam, hogy hát egy rezgés segítségével könnyebben tudna jelezni. Viszont ebbe tovább gondoltunk, és hagytuk az egészet úgy, ahogy volt, mert inkább segíteni akartunk másokon is, nem olyan
embereken, akiknek semmi bajuk nincsen. Ezért felkerestük az Ezüstcipő hallássérült focisulit, és náluk próbáltuk ki először egy kezdésen a készülékünket. Ezek a sportolók viselnek hallókészüléket, vagy nem? Nagy részük visel, viszont azt mondták, hogy nem nagyon segít. Tehát így is nehezen tudnak kommunikálni, meg hallani. Implantátum volt nekik. Tehát, vagy nem is tudom, erre gondoltál, hogy... Igen, halló, tulajdonképpen igen, az is egy hallókészülék, de egy beépített hallókészülék, amikor egy idegi eredetű hallássérülés miatt veszíti el valaki a hallását, akár felnőtt korban is. Szóval akkor tulajdonképpen továbbfejlesztettétek azt a dolgot, ami ezek szerint tulajdonképpen jól jön azoknál is, akik mondjuk hallósportolók, ugye? Igen. Tehát akkor ilyen módon lehet univerzálissá tenni ezt a történetet. A ötlettől a megvalósításig mennyi idő telik el, vagy hogy van ez? Mondjuk ez most a Dalma agyából pattant ki, ez az ötlet? Igen, igen, és mondjuk egy fontos momentumot nem mondott, hogy éppen a telefonján jött egy hívás, és ott volt az a ilyen sportmelltartó az öltözőbe, és akkor a kettőből született meg az az eszköz. Ugye a bőr az egyik legnagyobb érzékszervünk, meg talán az egyik legfontosabb is, érzékszervként is. És hát utána jött a kérdés, hogy lehetne ezt kicsivé tenni, hogy lehet kis energiafogyasztásúvá tenni, egyáltalán hogy lehetne azt elérni, hogy egyszerre mondjuk 20 ember megkapja azt az üzenetet. Ugye nem tudom, hogy lehet, hogy sokan emlékeznek, volt egy olyan fradi játékos annak idején, aki hallássérültként válogatott játékos is lett. Tehát ezeknek a gyerekeknek egyébként semmi bajuk nincs, csak a bíró sípjelét nem hallják, és akkor tényleg kapcsolatba kerültünk ezzel az Ezüstcipő alapítvánnyal, és amikor ők segítettek abban, hogy pontosan meg lehetett fogalmazni, hogy mire lenne nekik szükségük, onnantól kezdve felgyorsultak a folyamatok. Mert Dalmának volt egy társa is itt, egy bánkis hölgy, ő most már azért nem tudott eljönni, mert közben Debrecenben ő műszaki menedzser szakon kezdte a tanulmányait, és most a albérlet és egyéb ilyen dolgokat intézi, és már nehezen tud még ide Nyíregyházára is átjönni. És hát tulajdonképpen a műszaki oldala az viszonylag hamar végig tudott menni. Ennek a kis kütyűnek nevezzük így, a neve lett a Vibraz, ugye? Tehát ami ezek szerint dressbe vagy valamilyen sportruházatba beépíthető. Ilyenkor mindig az a kérdés, hogy van egy nagyszerű dolog, de ahhoz, hogy ezt nem tudom, szabadalmaztassák, vagy kereskedelmi forgalomba kerüljön, ahhoz gondolom, hogy még azért jó pár lépésre van szükség. Hol tartottok most ebben a történetben? Ugye itt a díj, tehát nyilván már elismerték, hogy egy nagyon okos dolog. Tehát egyfajta validációja van az ötletnek. A Dalma volt az Ezüstcipő focisulinak az edzésén, ahol ifjú Fekete László, akinek missziója az, hogy a siket gyerekek sportját megszervezést támogassa, tehát hihetetlen intenzitással és hittel csinálja ezt, és tulajdonképpen most ott tartunk, hogy ő, mikor legutóbb volt Budapesten egy UEFA összejövetel, akkor ott ő elmesélte ezt az UEFA képviselőinek, és jövő héten találkozik a mi egyik régi bánki robotosunk, a Zsigó Miklóssal, aki közben ilyen befektetési cégnél elemzőként kezdett el dolgozni, és akkor megpróbálják az üzleti lábát is megcsinálni. Ugye lehet, hogy emlékszel, hogy korábban beszéltem arról, hogy az innovációnak mi az utolsó lépését, az, hogy a prototípusból termék legyen, azt egy iskolai környezetben nagyon nehéz megcsinálni. És ennek ellenére ebből a mi kis bánki robotunkból már két startup kinőtt, amik jól működnek, viszont azok már nem hozzánk kötődnek, most ezt szeretnénk úgy megcsinálni, hogy termék is legyen belőle. Persze ez szükség van a Fekete Lászlónak a szakmai tudására és az ottani kapcsolataira is, illetve hát a lányoknak
a saját tudásukra, valamint a technológiára, aminek működnie kell. Hát szívből gratulálunk. Már csak egy kérdés, Dalma, te merre veszed az irányt, a középiskola után sportoló leszel, vagy... Hát. Volt cél a sportoló is, viszont most egyenlőre gyógytornász szeretnék lenni, az nagyon vonz, az célom, hogy segítsek mindenkinek, és így könnyű ezekből a dolgokból épülni apa segítségével, szóval most az a célom. Hát ehhez kívánunk neked kitartást, nagyon jó egészséget. És éppen most a múlt hétvégén tudott a felnőtt női foci csapatba bemutatkozni, először játszott meccsen, úgyhogy ez is egy nagy mérföldkő az életében. Szuper, gratulálok, szuper csapat a Zsigó család, ezt elmondhatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt jártatok. Kedves nézők, a nyíregyházi innováció után a szatmárcsekei hagyományok kerülnek terítékre a következő percekben, szinte szó szerint terítékre, ugyanis hétvégén rendezték meg a 23. Nemzetközi Szilva Lekvárfőző Fesztivált. Míg a szorgos női kezek egy része csak válogatja, addig az erős férfi kéz már kavargatja a szilvalekvárt. A munka mellett pedig a jó hangulatra sem lehetett panasz. Erről többek között a prímások gondoskodtak szatmárcsekén. A hagyományos technika mellett a gépek is dolgoztak, hogy minél több lekvár készülhessen el a 23. Nemzetközi Szilva Lekvárfőző Fesztiválon. Attal a testvértelepülésünk van a legmesszebb talán a résztvevő csapatok között. Ők is a 23 alkalomból legalább 22-szer már főztek itt Szilva Lekvár, de a kászoniak azok szintén valami hasonló távolságból, ugye a kászonok az Erdély legkeletibb részén található, egy egész nagy távolságot ölelünk itt fel a résztvevő csapatok között. Itt már 7 órakor elkezdődik a munka, ugye mindenki megkapja a nem tudom szilvát, mivel itt abból föl a szilvalekvár, mindenki ugyanolyan szilvát kap, és 7 órától kezdve itt mossák, ciberézik, főzik, tehát mint egy más rendezvényen, más fesztiválon azért ott főleg a mulatási rész, ami ki van emelve, itt azért nagyon sok munkát kell beletenni mind a résztvevő csapatoknak, de mondhatom akár a saját kollégáimat is, mert van munka vele, mire ez a szilvából szilvalekvár lesz. Már 15-20 éve van ez a testvértelepülési kapcsolat, és azonta, míg a nagyjából minden évben az önkormányzat részéről egy csapat részt vesz ezen a szilvafőző fesztiválon. Mit tudhatunk egyébként a szilva lekvárról, a szilva főzésről? Kászonban ez a gyümölcs mennyire elterjedt, és éle még ott is ennek a hagyománya? Nagyon-nagyon elterjedt a szilvából főzött különlegességek. Mi is főzünk lekvárt szilvából, viszont elhoztuk a tájjellegű szilva pálinkánkat. Azt tartjuk, hogy amiből lekvár lesz, abból lesz pálinka is. A viccet eltekintve, a lekvár az nagyon fontos, viszont a szilva inkább az elterjedtebb, a kisüsti szilva pálinka főzésnek van nagy kultúrája és hagyománya a kászonközségekben, vagyis Erdélyben. A rendezvény nem csak a határon túli kapcsolatokat erősíti, hanem a helyiek identitását is, sőt olyan értékekre is felhívja a figyelmet, amely már annyira a hétköznapi életünk része lett, hogy sokszor talán meg is feledkezünk róla. Ez egy érték, és nem csak maga a szilvalekvárfőzés, annak a hagyománya az is természetesen, hanem az, hogy a szilváról beszélünk, arról a csodálatos gyümölcsről, amely itt a környéken, a Szatmárban, a Berekben megtalálható, és terem ez a nem tudom szilva, vagy éppen akár más szilvafajtából is főzik ugye a lekvárt, de azért, hogyha a nem tudom szilváról beszélünk, az egy olyan különleges érték, amely mind élettani hatásait figyelembe véve, mind pedig magának a gyümölcsnek a finomságát figyelembe véve egy kuriózum, és ezért is nagyon fontos, hogy ezekben az időszakok, amikor mondjuk éppen Szatmárcsekén a lekvárt főzik, amikor a fesztivál van, akkor nagyobb figyelem összpontosul magára a szilvára is, és hát arra a térségre, amit mi nagyon szeretünk, ezt a szatmári, szatmárberegi térséget, hogyha megengedik, belecsempészem a Bereget, hiszen én magam beregi vagyok, de tényleg nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt élnek a hagyományok. Itt él még az a kovász, ami egybetartja a közösségeket, a kis falvakat is, amelyek jellemzik ugye a térségünket. Főispán úrnak van-e valami kedvence itt a gasztronómiából, amit esetleg, hogyha ide a Szatmár részre ellátok, nagyon szívesen és hát jó szívvel megkóstol?
most nem tudom, hogy a 18-as karika ki van-e rakva, nyilván a szilvapálink az nem is az első ilyen, de az első háromban említendő, és hát minden étel, ami szilvából készült, azt gondolom, hogy kiválóan készítik el, akár a süteményeket, a kalácsféléket, de mindent belőle, még a lekvárt is jelen esetben, ami egy nagyon komoly fizikai munka, mint azt mi nagyon jól tudjuk, és ennek a nagyon komoly munkának az eredménye az, hogy egy olyan termék, egy olyan méltán közismert, szeretett, és egyébként sütésálló termék keletkezik, mint az itteni szilvalekvár. Ez nagyon szívesen fogyasztok belőlük. Míg Szatmár Csekének a szilva lekvár, a védjegye addig Nagykáló lassan a lecsóról mondhatja el ugyanezt. Szeptember 9-én ugyanis a 11. Lecsó Fesztivál vár mindenkit, erről beszélgetünk most a város polgármesterivel, Horváth Tiborral. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát azt gondolom, hogy nagyjából minden magyar ember úgy gondolja, hogy ő el tud egy lecsót primán készíteni, aztán amikor neki áll, akkor nem is biztos, hogy olyan tökéletes lesz, és hát persze ahány tájegység, annyi ízesítés mindenki másra esküszik. Mondjuk egy ilyen lecsófesztiválon te már találkoztál olyannal, ami valami nagyon-nagyon nagy meglepetés volt? Tehát amit még meg se tudtál volna álmodni, hogy valaki így készíti? Igen, én is azt gondolnám, hogy bárki el tudja készíteni, de ma volt olyan jelentkezőnk, aki közölte, hogy ők nem tudnak, és nem is szeretnének nagyon nevezni a versenyben, mert nem tudnak lecsót főzni, de egyébként az a jellemző, hogy nagyon különleges ízek jelennek meg. Volt már rá példa egyébként, amikor annyira túl gondolták, hogy a zsűri egyértelműen le se pontozta, mert azt mondta, hogy ez már nem lecsó, hanem több a hús benne esetleg, mint a zöldség. Úgyhogy nagyon különlegesek a szarvasgombától a különböző húsig előkészítve, felkészítve, nagyon jó dolgok születnek, de ugye ez az alapprogram, és emellett ugye egy könnyű zenei rendezvényről beszélünk, ami azt gondolom, hogy a kettő együtt tökéletes párosítás tud lenni. Hát igen, tulajdonképpen ugye egy-egy ilyen napon vagy hétvégén mindenképpen kell, hogy az emberek valamit kóstoljanak is, és hát, hogy egy picit talán itt szeptember elején még egy kicsit a nyár ízeit érzékeljék, de azért legyen lendületük majd a munkához is. Hol rendezitek meg magát a rendezvényt? Mi a terület? Ezt egy néhány éve kiköltöztettük, ez a város főterén volt annak idején elkezdve, és a hagyomány ott kezdődött el. Aztán kiköltöztünk a Harangot területére, ahova azt gondolom, hogy végre otthonra talált a rendezvény, és meg is látszik a csapatok, a résztvevő csapatok számán. Tavaly, évről évre növekszik, tavaly 34-35 jelentkező volt, most 40 fölé várjuk a jelentkezőket, úgyhogy egy biztos pont a rendezvény sikeréhez ez a magas résztvevő. Hát bízunk benne, hogy azért szeptember 9-én már nem lesz ilyen kánikula, mert azért lecsót se kellemes mondjuk 36-37 fokba, főleg a tűz mellett főzni. Milyen technikai szerkezeteken történik egyébként a főzés? Tehát rendesen szabad tűzön, vagy mindenki hozza a megfelelő eszközt? Igen, ez egy vegyes ötvözet. Van rendelkezésére, bocsátjuk a csapatoknak tűzifát, egy pici üstöt, üstházat, amiben meg lehet főzni fával, de egyébként azért itt elég komoly szerkezetekkel vonulnak már fel. Ugye a lecsó ad egy biztos alapot a rendezvénynek, ugye a lecsó van zsűrizve, de nagyon sok csapat, nagy családok, céges kivonulások is jellemzők ilyenkor, ők a lecsó alapból egy pörköltet, babgulyást, ilyesmit, aki tartalmasabb ételt szeretne, kiegészíti magának. Mi az alap infrastruktúrát biztosítjuk, akár külön is ezt meg tudják főzni. Ugye 6 fős csapatok nevezését várjuk, és a 6 főre való alapanyagot és eszközöket mi biztosítjuk a csapatoknak. Hát ugye nem főz mindenki, viszont nagyon sokan látogatnak ki a rendezvényre. Ők kóstolójeggyel tudnak esetleg lecsóhoz jutni, vagy pedig vannak olyan helyek, ahol azért tudnak étkezni. Talán a Böllér versenyre tudnék vissza
vetíteni, vagy visszautalni, ami annak idején ugye elkezdődött, az is egy ilyen baráti hangulatban indult el, és bárki kiment, mindenhol szívesen láttak mindenkit. Itt hasonló a helyzet, van lehetősége mindenkinek, ugye ismerősöknél, nagyon sok közintézmény, iskolák, szakképzési centrumok, cégek vannak kint, akik mindenhol olyan mennyiséget főznek, hogy a bárkit meg tudnak kínálni jóformán, de emellett egy néhány éve elkezdtük ezt a hagyományt, és idén is ezt folytatni fogjuk. A Nonprofit Kft., aki maga a rendezvény lebonyolítója is, ők főzni fognak egy szép nagy üst lecsót, ami becsületkassa alapon, jótékony célra. Most idén még nem került megállapodásra, vagy nem kötöttek megállapodást, de a beteg gyerekek alapítvány szokták általában támogatni ezen bevételekből. Nos, hát akkor még csináljunk egy kicsi plusz kedvet, kik lesznek a fellépők, hiszen délután úgy látom, hogy több együttes is lesz, nem is kicsik. Igen, dél fél egy körül indulunk a tárkányművekkel, és csak a legjelentősebbet ugye gyerekprogrammal, két fellépés, és ebből kiemelném a Kicsi Gesztenyek Klubot, illetve AK26 a fiataloknak szól, és a teljesség igénye nélkül, én azt gondolom, hogy ugye az esti koncertünk a legnagyobb név az a Kowalski, és meg a zenekar, akik nem kell bemutatni, nagyon komoly részvételre számítunk, és ebből kifolyólag én kihasználnám azt a lehetőséget, és elmondanám, akit érdekel a rendezvény, az a Nagykálló Facebook oldalán keressen rá az eseményre, mert a parkolással, kiutaztatással, egyéb dolgokkal kapcsolatosan nagyon fontos, hasznos információk kerülnek majd megjelenítésre, már megvannak, illetve folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk ezeket. Így van, a nézők pedig véssék az eszükbe a dátumot, szeptember 9, nagy Kálló harangod, mindenkit szeretettel látok. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. A lecsó nem csak nagyon finom étel, de színekben is gazdag, akár csak Petris Erika mandalái, amelyből nemrég nyílt kiállítás Nyíregyházán a Kálai gyűjteményben. A Kálai gyűjtemény már évtizedek óta, legalábbis egy 10 év óta felvállalta azt, hogy bemutatja a megyében, városban tevékenykedő olyan amatőr, már profizmus felé hajazó művészeket, akinek a munkásságát érdemes megismerni. Volt ilyen Kosta Zoltán, Révész Géza, Horváth Tünde, akik fotózással vagy éppen bőrrel foglalkoztak, és most Petris Erika mandala alkotásaiból lett a tátható egy kiállítás. 60 darab mandalát hoztam a kiállításra el. Többféle kategóriában van indiai, tibeti, mint a homokmandala, az inspirált, a virág, még egy kis sportmandala, és az a klasszikus indiai mandala, az a virág szirmokból, vagy a sejtes, vagy ez a kis 32 egységes kis mandala. Én egy éve kezdtem el a mandalát készíteni, előtte akril, akvarell festményeket készítgettem, de egy éve akadtam erre rá, hogy van ez a technika, és mindig is volt egy ilyen készítés bennem, hogy egyszer a saját mandalámat elkészítem. Hát azóta egy kicsit megszállottja lettem, egyszerűen nem tud az ember leállni. A legelső az pont nincs itt, az otthon van, tehát attól nem váltam meg a kiállítás. Sem, meg 60 mandalát ígértem, hát igyekeztem azért a legutóbbi munkákat hozni, de az még nem annyira kiforrott, tehát azért nem is igazán azt a klasszikus mandala mintázatot adja. Az valóban kikapcsol, megnyugtat, egy stresszes nap után azt mondom, na akkor kimandalázom magamból, leülök, és akkor elkezdem, és akkor tényleg megszűnik körülöttem a világ, a formára, a színekre figyelek, és arra, hogy ezt a pontos, precíz kis vonalvezetés mentén ezeket a festéseket el tudjam végezni, és amikor kész, meg menet közben is, mint egy kézi munka, tehát úgy bontakozik ki, ugye, ahogy a színeket festem fel, maga a mintázat, és
teljes boldogsággal tud eltölteni. Tehát mindenkinek, én azt mondtam a kis bevezetőmbe is, itt azt írtam, hogy mind a készítőnek, mind aki nézi, tehát biztos, hogy ad egy pozitív érzést, valami belső nyugalmat, harmóniát sugároznak ezek a mandalák, de talán ez is ez a célja ennek az egésznek. Én nem szeretem bekategorizálni, meg címkézni a mandaláimat, mert én azt mondom, mindenki megnézi, és amit majd neki sugároz, jelent. Tehát a mandala mindenki harmóniát, valami egységet, egy lelki békét is sugároz, de valakinek pont energiát, egy pozitivitást, egy életerőt, életörömöt, tehát én nekem is akár melyik mandalára ránézek, biztos, hogy mindegyik más-más érzést sugal, és ezért nem szeretem én menni. Lehet, hogy nekem ez most az életöröm, vagy ez a nyugalom, de másnak pont az a szín nem azt fogja jelenteni, mert ugye maga a színek is, ugye a színterápia is, tehát pontosan akár gyógyításra, vagy egy megnyugvásra, stresszoldásra is használjuk, tehát itt mindenkinek egyedileg kell megtalálni azt, hogy melyik az a mandala, ami a számára pont szükséges kis érzést fogja nyújtani. Egy ilyen 40x40-es, a legnagyobb, ami mandala képet hoztam, annak 40 munkaóra. Tehát ezeket én szerkeztem, én sablont nem használok, én rajzolom elő annyit, hogy az átlókat, a köríveket, és akkor a motivumok menet közben alakulnak, és hát ugye ezzel a pontozásos technikával minden egyes kis pöttyöt külön mártva a festékbe, tehát úgy készítem el. És itt azért pihenni is kell a szemnek közben, mert főleg metál típusú festékekkel dolgozok leginkább, azok ugye visszaverődnek, és annyira azért fárasztják a szemet, úgyhogy ilyen másfél óra után kell egy 20 perces pihenő, akkor ezt a kis rácsos szemüveggel a szemizom tornát el kell végezni, hogy utána lássam a köríveket, hogy hova kell a pontot tenni, mert annyira picikék ezek a pöttyök, hogy akkor hibázna az ember. Hamarosan megrendezik a Népi Ízek Fesztiválját, aminek egy különleges középkori témájú kiegészítése is lesz, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gyermek és ifjúsági önkormányzat jóvoltából. A részleteket Lili és Gergely mondják el. Sziasztok, jó estét! Jó estét! Jó estét! Egy kicsit azért meséljetek már erről az önkormányzatról, mert ugye ez azért nem ugyanaz, mint amit egy átlagember a felnőttek világából ismer. Egyrészt mi mindennel foglalkoztok, és mióta tevékenykedtek itt? Hát maga igazából 2007 óta létezik a önkormányzatunk. Van egy pénzügyjogi és szakmai hátterünk, a Központi Ifjúsági Egyesület, ők segítenek nekünk rengeteg programban. Hát mivel foglalkozunk, rengeteg programot szervezünk így a megye fiataljainak. Mivel nyíregyházi a székhelyünk, így legfőképp nyíregyháziaknak, de próbálunk azért egyre jobban nyitni a megyék fiataljai felé is. Próbáljuk azért minden színesebb programokkal, mint most ezzel a fesztivállal is elérni őket, de vannak olyan programjaink, amik inkább fejlesztőek. Régen volt ilyen a Medve, a Megyei Diákvezetők Fórum, ami inkább képzéses volt. Te vagy az elnök, Lili pedig az alelnök. Egyébként nyilván ti vagytok a motor, de hányan dolgoztok így együtt? Hát mi igazából most öten vagyunk, eleve hatan kell, hogy legyünk, így októberben lesz most majd még egy közgyűlésünk. Ugye van az elnök, én az alelnök, van még ugye lesz a PR koordinátorunk, van egy, aki így mondhatni így a médiával foglalkozik, van a HR-esünk, aki az inkább az emberekkel, és a külkös meg a programkoordinátorunk, akik meg inkább az ilyen háttérmunkákat végzik, főleg, hogy ez nagyon komoly, és mellette azért még tanultok valamennyien, úgyhogy ezzel is foglalatoskodni kell. Na most koncentráljunk egy kicsit erre a tizedikére, mert itt azért mindenféle nagyon izgalmas dolog lesz, mivel várjátok a fiatalokat, a diákokat. Hát rengeteg középkori tematikájú játékkal. Lesz egy ilyen interaktív úgymond sarkunk, ahol mindenféle ilyen patkódobás, szélbadobás tervezünk. Lesz még lovagi tornánk, ahol inkább a kisebbeket, de akár nagyobbakat is várjuk, ahol megmérethetedik tudásukat.
Persze jutalommal is majd részesülnek. Van úgymond ilyen kézműves pulyasarok, ahol készíthetnek maguknak saját pajzsot, karperecet, vagy esetleg bohócsapkát. És kifestőkkel és egyéb dolgokkal is próbáljuk őket bevonzani. De tervezünk még mellé arcfestés, csillámtetkót is a gyerekeknek, tehát hogy próbálunk minél színesebb palettát átfogni. Ugye ez szeptember 10-én lesz, a helyszín pedig a Sóstói Múzeum falu. Időpontokat is mondjunk, mikor érdemes kilátogatni, és azért gondolom, hogy itt a csillámtetkót elsősorban a kisebb generáció célozzátok meg, a nagyobbakat mivel tudjátok egy picit motiváltá tenni, vagy érdekelté tenni? Hát igazából a társaság mondhatni, mert ugye csak ott leszünk mindökösök, és akkor próbáljuk magunkat is híresztelni, hogy máskor is tudnak jönni korosztályukhoz programokra, ugye magukkal a fellépőkkel is, mert azt is így főleg ebből a korosztályból így a tehetségesebbek fogják így előadni az ilyen műsorszámokat. Hát és igazából a dekorációval, meg ugye, hogy ott leszünk a régi Magyarország ízei fesztivál mellett, szóval igazából azzal is bevonzuk őket, mondhatni. És mi is majd fogunk főzni, szóval érdemes azért is majd ellátogatni hozzánk. Egyébként, aki mondjuk most a ti generációtok, és látja ezt a beszélgetést, és érez magában egy kis elhívást, vagy energiát, vagy kreativitást, hogy együtt dolgozzon veletek, van valamiféle felvételi, vagy bármiféle megmérettetés, vagy önkéntesen is lehet hozzátok teljesen csatlakozni? Teljesen önkéntesen, tehát hogy múlt évben pont HR-es voltam, ezzel foglalkoztam, toborzással, semmi nincs hozzá, hogy most írja, hogy motivációs lehet bármi. Ha akar stábtagként csatlakozni hozzánk, nyugodtan megteheti, eljöhet stábtalálkozókra, programokra. Egyébként hol vagytok helyileg? Tehát hova? A Bocskai út 25 szám alatt van a közösségi fészek irodánk. Ott van nekünk még egy külön szobánk itt SSB-gyöknek. Nagyon sok programot ott tartunk, például a stábtalálkozókat, erre várjuk mindenféle fiatalokat, és megismerkedtetek velünk, a stábbal. Szerintem ez mindig egy nagyon jó programok szoktak lenni. De a legegyszerűbb, hogyha kimennek szeptember 10-én, és ott megkeresnek, és a részleteket akkor már ott helyben megtudhatják. Hát köszönjük szépen, gratulálunk nektek, aztán reméljük, hogy klassz lesz ez a 10-ei rendezvény. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe. Tudják, ma este elstartolt a 23. Vidámság és Derű országos sereg szemléje, ezért a jövő heti Weekend egy Vidor különkiadás lesz, tartsanak velünk akkor is, addig pedig, ha tehetik, vegyenek részt a Vidor programjain, én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!